I also wanted to give a little space between Professor Schmitter's talk and mine, because when I use the term dialectics, we're going to be going over again some of the same territory, but Espera, tem que estar o Dani Schmidt, professor na cabeceira. Hiszen, amikor a dialektikáról beszélek, ebben a Filip által említett értelemben, akkor arról van szó, hogy két egymással ellentétes gondolat is egyszerre jelen lehet, ráadásul mind a kettő igaz is lehet. Az egyetemes világ, a világegyetem tele van ilyen egymással szemben álló gondolatokkal és erőkkel. A Hegeli értelemben minden egymással ellentétes, és van egyfajta mozgás a gondolat kialakulásától a tézisig, majd az antitézisig, és a végül az egész összeáll egy szintézisben. És mindez, ami a végén megelevenedik előttünk, az maga az igazság. És skandinavisztikusként kezdtem, úgyhogy Kierkegaardra is utalnom kell, már pedig a Kierkegaardi dialektikában van egyfajta olyan manifestáció, hogy az ember elidegenedik magától és a társadalomról, de ugyanakkor kifejezi azt a vágyát, hogy integrálódjon és felszabaduljon. Tehát ez is egy ellentét. Ez a Kierkegaardnak egy olyan különleges gondolata, ami azt gondolom, hogy be kell, hogy hozzuk a mai diszkusszióba. És itt arról is szó van, hogy a mindennapok beszédében a jelentések folyékonysága vagy megfoghatatlansága az ellentétben áll a kialakult jelentés tartalmakkal. Én azt gondolom, hogy Hamkis Elemérnek a gondolkodás módjának ez egy kritikai elemét jelentette, és mi, akik a tanítványai voltunk, és ott voltunk jelen a kiváló előadásain, nagyon gyakran egy ilyen dialektikus módon vettünk részt az óráin, hiszen volt egyfajta identitáló formájú ereje, aztán mindig hozott egy ellentétes példát is, és mindig minket, diákokat, a közösségét kérte meg, hogy konstruáljunk ebből egyfajta szintézist, tehát elég tárt egy csomó elemet, különböző területekről, fizika, kozmológia, filozófia területéről, teológia, kultúrantropológia, pszichológia, az eszmetörténet, a művészetek területéről, és hát ezek csak egyes területek, amiknek a világába bevezetett bennünket. Abban a könyvben, amit angolul a Toothpaste of Immortality címet adták, a halhatatlanság fokkrémje, talán így lehetne fordítani, a better translation for a word. And I remember exactly this title. I was at a massage. And the phone rings, and I saw it was Elamere, and I said, well, you have to excuse me, I really think I must answer this. Because we also shared some physical problems together that we would discuss sometimes. And he goes, Jody, you know, what do you think of that title, The Toothpaste of Immortality? And Jody, what do you think about that title? I'm not really convinced, Elamere. I'm not quite sure where you're going with this. And he goes, well, can you give me some alternatives? I go, can you tell me what you mean? Talán milyen címet adhatnék még neki, de mondtam, hogy Elemér, nem nagyon értem a koncepciót, tehát hogy mit gondol, mit értesz ez alatt, tehát végül is igaza volt. Tehát ez egy végül is jó cím, lássuk be. Mert hogy felkelti a kíváncsiságodat, el akarod olvasni, hogy mire gondolt a szerző. Tehát ami ezt a könyvet illeti, ő arra gondol, hogy a Max Weberi gondolat és egy másik gondolat között kell, hogy egy köztes út legyen. Ugye a Weber azt mondja, hogy van egy belső, erős, belső magunk, és van egy másik ellentétes gondolat, ami azt mondja, hogy nincsenek egyéni, csak szerepeket játszunk, nincs egyéni belső erőnk. Elemér azt mondja, hogy ebből a belső magból kéne nekünk táplálkozni és kiindulnunk, ugyanakkor azokat a szerepeket is figyelembe kell vennünk, amik bennünk élnek, és egyfajta dinamizmussal a bennünk levő mélységből és ezekből a perifériális szerepekből kialakítani egy megfelelő elegyet.
Azt gondolom, hogy Elemér fantasztikusan tudott képeket találni az elképzeléseinek az illusztrálására, és fantasztikus képeket találni a drámai sugalmazó erővel. Hogyan mutatja be képileg Elemér azt a dialektikus világot? Ugye van egyfelől az információkora, amiben tények, számok, digitális tartalmak, racionális üzeneteket közvetítenek, és hát van az úgynevezett élmény alapú társadalom, ahol a személyessé válásnak az elemeit figyelmetjük meg mitoszok, érzelmek, mitológiák közvetítésével. A Fears and Symbols, tehát a Félelmek és Szimbólumok című könyvében két stratégiát ír le. Az egyik a Prométeuszi stratégia, amit Schmitter professzor is említett már, ez ugye a Prométeusz legendához kanyarodik vissza a görög történelembe, egy olyan mitikus hősről van szó, aki elhozta az emberiségnek a tüzet, és ezért kemény büntetést kapott. Elemér olyan szerepben látja Prométeuszt, aki egyfajta metaforikus jellemzője az emberi túlélésnek, ami az emberek túlélésének a külső megjelenését képviseli, ugye, hogy itt a tűz, a melegség, a biztonság és a menedék, tehát ezek azok, amik az emberi túlélésnek az elemeit képviselik. Hogy egyfajta biztonságra lejjen az emberiség a világban, mégpedig mi ellen, a megjósolhatatlan katasztrófák, az emberi létet fenyegető külső veszélyek ellen. És ezért házakat építünk, és megpróbálunk feltalálni bizonyos dolgokat, hogy megkönnyítsük a saját életünket. De ez nem igaz, vagy nem elég, hogy a külső bizonytalanság ellen enyhítsünk a problémáinkon. Az emberek félnek a haláltól, és ezeket a hiedelmeket, félelmeket is kezelni kell. És itt jön be az apollói stratégia, amikor olyan kérdésekre kell válaszolni, hogy miért vagyok itt, mi az élet értelme. Tehát az apollói stratégia a halálfélelemmel próbálja meg fölvenni a küzdelmet, megpróbál válaszokat adni, megpróbálja azokat az emberi kísérleteket megvalósítani, amelyek beváltak ennek a kezelésére, és amely alapján értelmet lehet adni az életnek. Ezeket a történeteket kiváló narratívákká alapítja, és itt olyan narratívákról beszélek, amelyek ugye választ tudtak adni ezekre a kérdésekre, mint például a kereszténység, a buddhizmus és az iszlám. Amit Hank is ezekkel kapcsolatban kihangsúlyoz, az, hogy a valóság egészét meg kell tudni érteni, nem csak részeit, és ebben a saját szerepünket is látni kell tudni. Itt az egészre kell koncentrálnunk, és ezt kell aláhúznunk, és először Elemértől hallottam az axiális kor kifejezést, ami 20 évvel ezelőtt, és az én paradigmaváltással kapcsolatos munkámban nagyon sokat segített, tehát a váltás a mechanisztikus világból az organisztikus világképre, és itt megvitattam az én könyvemben is a tudományos érdeklődés dialektikáját egy bizonytalanság korában, és ez a kifejezés szintén Elemértől származik. Ebben a cikkben Elemér azt írta, mármint hogy a mindennapi kvantummechanikája című cikkében, hogy az emberek különböző szerepeket vállalnak annak érdekében, hogy az elvesztett jelentést megtalálják, és megpróbálnak olyan identitásokat kialakítani, amelyek egyre nehezebben érthető problémákra adnak választ. Tehát elvesztettük az orientációnkat a tradicionális értelembe, nem tudjuk fölfogni a körülöttünk levő világot, és ez olyan mennyiségű intellektuális és érzelmi energiát von el tőlünk, amely tulajdonképpen megtöri az emberi közösségek koherenciáját. És innentől kezdve az emberek már nem tudnak a kihívásokra válaszolni megfelelő értékben, és József is erről beszélt, erről a krízisről, vagy válsághelyzetről, de azt hiszem számunkra is itt ugyanaz jellemző.
És hogyha egy új civilizációnak a lehetőségeit megtaláljuk, és hogyan lehet új szerepeket kialakítani, amelyek fontosak lehetnek az emberek számára, azt mondja Elemér, hogy lehet, hogy ez lenne a legfőbb célja egy társadalomnak. És nem csak a társadalom, hanem a természettudományoknak is közösen kialakítva ezeket a szerepeket. Sok tudós meg is próbált kapcsolatokat teremteni, például a kvantum alapok a nyugó világegyetem és az emberiség között, és megfejteni az emberi létnek a titkát. Ezek a kísérletek tulajdonképpen elsőként kerestek arra választ, hogy a kvantum elmélet milyen válaszokat tartogathat az emberiség számára. Ez nem egyfajta védőháló, amiben az emberek otthon érezhetik magukat, nem egy biztonságos közeg ez, és nem fog ez ezt a jelentést adni az életüknek, hanem ez egy nagy emberi és társadalmi probléma, ahol, hogyha az ember elveszti az élet célját, akkor elveszti a motivációját, akkor lehet, hogy az egész társadalom lendületét veszti. Nagyon sok olyan gazdasági, társadalmi és kulturális oka van annak, hogy a tradicionális nyugati társadalom egyfajta kozmikus otthon teremt az állampolgárai számára, és a kvantummechanika fejlődése az csak egyetlen eleme ennek, de azt gondolom, hogy fel kell figyelnünk erre a fontos felfedezésre és a világban betöltött szerepébe. Az a baj, hogy a tudósok többsége nem igazán fogja be, hogy a kvantum elmélet mit mond a világegyetem titkairól. Ők csak arra figyelnek, hogy hogyan lehet a fizikusoknak, a kozmológusoknak, a filozófusoknak, aztán a teológusoknak, a kulturantropológusoknak, a pszichológusoknak, eszmetörténészeknek és művészek, ugye megint imádta ezeket a listákat, felsorolásokat, tehát halljuk a hangját. Tehát az a fejezi be, hogy egyfajta tudományos háborút le kéne zárni, és megfelelő dialógust kialakítani arról, hogy biztosan egy nyelvet beszéljünk. Na, még két dia. Én azt szeretném mondani, hogy a természettudományok és a társadalomtudományok egymáshoz közelebb hozása, ez egy új cél, amit szeretnék megvalósítani, és tulajdonképpen a két tudáskultúrát kéne legyőznünk azzal, hogy itt a valóságról van szó. Tudják, hogy ez nem az én eredeti ötletem és elképzelésem, de ez a folyamatos fejlődés, amely egyfajta különbséget fog tenni a kemény és az egymástól elkülönülő területek között és disziplinák közül, azt gondolom, hogy egyfajta holisztikus, tudományos kutakodás vagy elképzelés tesz majd lehetővé, ahol egy újfajta regeneratív oktatási modellek, úgynevezett multiversities, tehát nem uni, ugye az egyversity, hanem a multi, azaz a több diversity ebből áll össze, ugye nem egyetem, hanem többetem, akármi hangzik is ez magyarul. Tehát itt egyfajta globális kihívásokra kell választ találnunk, és teljesen mindegy, hogy milyen területen munkálkodunk tudományosan, minden egyes fiatal tudóst erre kell nevelnünk, hogy az előttük álló meglepetéseket és bizonytalanságokat válaszokat találjunk. És egy óráig kerestem ezt a képet. Ez a Woodrow Wilson Egyetem, vagy intézménynek az egyik reklámja, és az egyik kedvenc képe volt. Ezt nagyon szerette Elemér. Mit szimbolizál ez a feltett karú hölgy? Mit mond önöknek ez a kép? A hölgy tulajdonképpen szétválasztja a sötétséget a világosságtól. És hát Elemér számára ez nagyon sokat jelentett ez a kép, és nagyon örülök, hogy ezt egy hölgy csinálja. Pontosan ezt szerette volna az intellektuális kreativitásával elérni, tehát olyan helyre fényt vinni, ahol amúgy sötétség volt. Úgyhogy az utolsó szavaival fogom zárni az előadásomat. Ez pedig így hangzik. Csak egy ilyen közös erőfeszítés lenne alkalmas arra, hogy a kvantummechanikát, mint az emberi lét egyik lehetséges szimbolikus keretét értelmezzük,
mégpedig egy olyan keretet, amelyben az emberek biztonságot találnak, és úgy érezhetik, hogy életüknek jelentése és jelentősége van. Köszönöm a figyelmet!